másfél méter hosszú speciális acélcsőben gyorsítunk fel, normál légkőnyomás 300-szorosával egy közönséges kihelyezett ceruzát, egy ilyet tettünk ide ebből a csőbe, és megnézzük, hogy a cső közelébe helyezett két fa darabon, nagyjából 1 cm, másfél cm-es fa darabon, hogyan fog ez nyomot ejteni. A szén-dioxid nyomása nagyon nagy, úgyhogy a kísérlet nem veszélytelen. Nagyon rövid ideig fogom csak kinyitni a készülék nyílását, és amíg ez megtörténik, arra kérek mindenkit, hogy csukja be a szemét egy pillanatra, 5-ről fogok visszaszámolni 0-ig, 0-kor fogom megnyomni. Jó? Nézzük. Közben én mérni fogom a hőmérsékletét a csőnek, mert a kitáguló gáz miatt lehűl a cső, most jelenleg 21,8 Celsius fokot mutat, és majd megnézzük, hogy mennyire. Remélem, hogy minden le van rögzítve, úgyhogy 5, 4, 3, 2, 1. Megnézzük, hogy mi történt. Hát néztem én az előbb, csak nem tudtam megállapítani. Az egyiken, gyere ide, nézd meg nyugodtan. Gyere, most már jöhetsz. Ezen átment, látod? Ezen teljesen átment, nézd meg. Ezen meg, nézd meg ott a hegye, látod? Semmi baj, nem lesz. És a hőmérsék? 18,6 fel, Tamás. 21,6 volt az előbb. 18,6. Hát, hogy jó, azért az nem annyira precíz, de most, ha itt megfog, itt kire fog meg. Hideg? Igen. Ugye? Csak gondoljátok, akkor bekapcsolom megint, és rá fog, ha így szabadon áramlik, akkor rá fog fagyni a levegőben található vízfára. Úgy mint a szén-dioxid-fára. Úgyhogy mindjárt elveszem onnan fel, kicsit kiengedjük a gáz belőle, jó? És akkor ráfagasztjuk a levegőt.